Újabb viharzóna ért el az országot, miközben a tegnapi károkat sem sikerült még elhárítani, megint nehéz éjszaka előtt állunk. Egyre magasabb a vízszint a folyókon, arrába házakat is veszélyeztet, megdőlhetnek az eddigi árvízrekordok. Halálos áldozatai is vannak a szlovéniai és ausztriai viharoknak, ott is áradnak a folyók és komoly fennakadások vannak a közlekedésben. És ultimátumot adtak a szomszédos államok a nigeri puccsistáknak, egy háború soha nem látott migrációt indítana Európa felé. Ez a Híradó 7:30-tól, az M1-en Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Újabb viharzóna érte el Magyarországot a tegnap esti, illetve éjszakai pusztítás után, ezekben a percekben is több helyen tombol a vihar. Friss felvételeket mutatunk, amelyeket a Metnet, valamint az Időkép oldalára töltöttek fel nem sokkal ezelőtt. Hódmezővásárhelyre a kora esti órákban csapott le a délről érkező vihar, a Csongrád-Csanád vármegyei településen szupercella tombolt az orkán erejű szél, tövestül csavarta ki a fákat, komoly károk keletkeztek több parkoló gépjárműben is. Aztán felhőszakadás most el délután Ceglidet is, a város egyik utcáján villámárvíz pusztított, de légzuhatagot is láttak, ami rendkívül erős, orkán erejű szélviharral is jár. Hát láthattuk, hogy mekkora a pusztítás Hódmezővásárhelyen, kapcsolunk is a városba, ott van tudósítónk Huszár Tamás. Szervusz Tamás, hát elképesztőek a felvételek, gondolom a tűzoltók azért már javában dolgoznak, számszerűsítették már esetleg a károkat? Mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hatalmas pusztítást okozott a vihar Hódmezővásárhelyen. Elsősorban a kertvárosi részen egy lakótelepen tombolt a szupercella. Lényegében egészséges, hatalmas fákat csavart ki tövestől, amely lakóépületeket, társasházakat és autókat rongált meg. A fél órán át tartó vihar után a lakók lejöttek az utcára és felmérték a károkat. Volt egy idős 70 éves bácsi, aki azt mondta, hogy ő még életében nem látott ilyet. Egy másik illető döbbenten mondta, hogy nem hitte, hogy Magyarországon valaha előfordulhat ilyen. Úgyhogy hatalmas volt a riadalom, a károk felmérése még folyamatban van, de természetesen a város más pontján is voltak problémák. Többek között a tramtrén, vagyis a vasútvillamos nyomvonalát is megrongálta. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Csongrád-Csanád megyében sehol, csak kizárólag Hódmezővásárhelyre kellett vonulniuk, ott viszont 34 helyszínen kellett a károkat elhárítani. És az este során egy kis idő múltával már a katasztrófa turisták is megjelentek itt a kertvárosban, Hódmezővásárhelyen. Huszár Tamásnak köszönjük szépen, és hát mondhatjuk, hogy ez már csak a ráadás volt, mert hogy ítéletidő söpört végig az ország nagy részén, még az éjjel özönvízszerű eső és orkánerejű szél pusztított több helyen is. Az ivatarlánc délnyugatról érkezett, és szó szerint letarolta a középső ország részt, benne a fővárost is. Pár óra alatt több mint egy havi csapadékmennyiség zúdult le, és megdőlt az országos szélrekord is, 130 km/órás lökéseket mértek Ferihegyen. Budapesten több kerületben is bokáig ért a víz az utcákon, és fák dőltek ki tövestől. Jól látszódtak szombat délelőtt az ítéletidő nyomai a 18. kerületben. A Rákosszent Mihályhoz vezető útvonalon az orkán erejű szél kidöntötte ezeket a hatalmas hirdető táblákat. Az árokban hevernek a forgalom irányító jelzőtáblák is. Egy nagy puffanást hallottam, és kidőlt a fa. A fákat sem kímélte az orkán erejű szél. Az itt élők a pusztító vihar nyomaira ébredtek. Láttam, hogy a fák az teljesen derékszögbe, és azt hittem, azok fognak kitörni, de szerencsére azok nem. Hát ez fogta magát, aztán ennyi. Kispestet sem kímélt az ítéletidő. Szombat reggel viradóra ez a kidőlt fa akadályozta a forgalmat. Tengelyig gázoltak az autósok a vízben szombaton korán reggel a Hungária körútnál. Nem csak a kidőlt fák, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék is komoly gondokat okozott a fővárosban. Folyóként hömpölygött a víz Budapest jó néhány utcájában. Sokfelé a közlekedési lámpák sem működtek. Ennek az Üllői úti bevásárlóközpontnak pedig a parkolóját lepte el a víz. A bevásárló kocsik is a vízben álltak. Felvételek tucatjai kerültek fel az időkép.hu portálra. Ezen például az látszik, hogy a csatornák nem bírták elnyelni a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló vizet Józsefvárosban sem. Egy több emeletes társasháznak a gangján, amerre tudott, utat tört magának a víz.
Kőbányán is annyi eső esett, hogy a csatorna fedeleknél tört fel a víz. Az utcán parkoló autók kerekei ki sem látszódnak belőle. Érden sem volt hiány a hatalmas lesújtó villámokból éjszaka. A felvételt egy nézőnk küldte a Pest vármegyei településről. A videón jól látszik, hogy szinte másodpercenként megállás nélkül villámlik a fekete égbolton. Az időkép szerint az év vihara volt a fővárosban. Azt írják, hogy Budapest több pontján is 70-80 km/órás viharos szél kísérte a zivatarokat. A város több részére is özönvíz zúdult. Nagyon heves a zivatarok értékel a főváros környékét. Több mint egy havi csapadék mennyiségnek megfelelő mértéket regisztráltak az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőállomásai. Budapest délkeleti részein az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőállomásai, például Pest-Szentlőrincen 80, Pest-Szentimrén pedig 97 mm csapadékot regisztráltak, ez bőven több, mint az augusztus havi csapadék átlag. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren országos szélrekord is született. Óránkénti 130 km-es széllökések voltak a repülőtér közepén éjjel. A viharokhoz mérten pedig hatalmasak a károk is, a tűzoltók egész nap megállás nélkül dolgoztak, délutánig országszerte csaknem 4000 riasztást kaptak, főleg elárasztott pincékhez, megrongált tetőkhöz és kidőlt fákhoz kellett vonulniuk. A közlekedésben is jelentősek a fennakadások, több vonalon késnek a vonatok, és egy időre le kellett állítani a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmát is, a viharban ugyanis se le, se felszállni nem tudtak a gépek. Gőzerűvel dolgoztak szombat reggel a tűzoltók Budapesten a 20. kerületben a Lehel utcában. Motoros láncfűrésszel aprították ezt a több méteres fát, ami a nagy viharban az úttestre és egy ott parkoló autóra dőlt. Ilyen még sose volt, tehát ez valami rettenet volt. Sziget-Szent Miklóson is komoly gondokat okozott a vihar. Több fa a kerítésekre dőlt, megrongálódtak a villanyvezetékek. Egy itt élő szerint csak a szerencsém múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár az otthonaikban. Ez borzalmas szerencse, hogy a házakon nem történt különösebb probléma, tehát hogy így dőlt át. A másik oldalon pedig szintén kidőlt egy nagyon nagy nyárfa, nagyon nagy szerencsém volt, hogy ketté törte a nyárfát, és az autón túloldalára esett. Országszerte közel 4000 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez, ebből több mint 3000 Budapestről. Egész nap a károk elhárításán dolgoztak. A fővárosi tűzoltók jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez, valamint felgyülemlett csapadék víz eltávolításához kerültek riasztásra. De nem csak a fővárosban ad sok munkát a vihar a tűzoltóknak. Mária Pócson ennek a háznak lyukat vájt a tetőszerkezetébe az orkán erejű szél. Lakhatatlanná vált a lakásunk, mert bármikor beomolhat, és nem tudunk bemenni, kiköltöztettek a katasztrófa védelem. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei településen csaknem 20 épületet rongált meg az orkán erejű szél. Jelenleg is tart a károk felszámolása és a tetőszerkezetek ideiglenes helyreállítása. A szél az, ami csinálta a nagy bajt sok háznál, a tetőt egy az egybe levitte, valahol 10 fal borult ki, tehát egy nagy vihar szaladt át rajtunk, ez egy 10 percig tartott. Utána azonnal riadóztatta meg, gondoltam, hogy baj van, közmunkások, tehát beindult az önkéntes segítség is, illetve a szervezett segítség is. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében is több tucat helyre riasztották a tűzoltókat. Közel 40 esetben avatkoztak be a péntek esti vihar miatt a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. A legtöbb esetben úttestre dőlt fákat távolítottak el a beavatkozók. A vihar fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben. Több motorvonat is megrongálódott éjszaka. A kidőlt fák és leszakadt vezetékek miatt jelentős késések voltak. Főleg a főváros térségében és Nógrádban voltak jelentős fennakadások a vonatközlekedésben. Fakidőlések, felső vezetékszakadások miatt számos helyen kellett leállítani vagy korlátozni a forgalmat. Jelentős fennakadásokat okozott a vihar a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren is. Éjszaka néhány órára felfüggesztették a forgalmat, emiatt néhány járatot átirányítottak más repterekre. A vihar két parkoló repülőgépet is megrongált.
4 járatot más városba kellett átirányítanunk, Bécsbe, Debrecenben, illetve Belgrádban szálltak le. A reggeli járatok késéssel ugyan, de el tudtak indulni, hiszen 6-kor újra tudtuk nyitni az egyes futópályát, illetve a repülőteret. A vihar miatt a terminál épületek több helyen is beáztak. A Budapest Airport ZRT arra hívta fel a figyelmet, hogy a javítási munkálatok a forgalmat nem akadályozzák. Az utasoktól azt kérték, hogy figyeljék az aktuális járatinformációkat a Budapest Airport oldalán. Kapcsolunk a Szabolcsi Mária Pócsra, mert hogy talán ott az egyik legkritikusabb a helyzet. A településen láthatták, hogy több ház teteje is megsérült, egyelőre fóliával borították be ezeket az épületeket. Tudósítónk Farkas Fanni pedig folyamatosan követte a helyreállítási munkálatokat a településen. Szervusz Fanni, sikerült-e megvédeni ezeket a házakat egy esetleges újabb vihartól? Mekkorák a károk? Üdvözlöm a kedves televízió nézőket, jó estét kívánok, sziasztok! Igen, itt Máriapócson Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében valóban nagy károkat okozott a péntek esti szombat hajnali vihar. Jelenleg is látható a háttérben, hogy az áramszolgáltató szakemberei dolgoznak, hiszen több ponton Máriapócson áramszünet van még jelenleg is. A katasztrófa védelem önkéntes önkormányzati és hivatásos tűzoltói egész nap itt voltak a helyszínen, és dolgoztak a helyreállítási munkálatokon. Számos ingatlanban megrongálódott a tetőszerkezet, 20 házban végeztek lakóházban munkálatokat. Az önkormányzat segítségével számos fóliát kaptak a házak és az ingatlanok. Ezeket felhelyezték a katasztrófavédők, tűzoltók, de számos önkéntes is segített itt a helyzetben. Egyébként az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú riasztást adott ki a mai napra is itt Máriapócson, úgyhogy készülnek a lakosok is, illetve a katasztrófavédelem szervei is egy esetleges újabb viharra. A tájékoztatásuk szerint ők már befejezték ma itt a hibaelhárítási, kárelhárítási munkálatokat, várják a következő eseményeket. Farkas Fanninak köszönjük szépen! Mindeközben pedig egyre jobban áradnak a hazai folyók. Egyelőre a Rábán a legrosszabb a helyzet, a víz házakat is veszélyeztet, több családot ki kellett telepíteni, máshol pedig homokzsákokkal védekeznek. Most úgy számolnak, holnap akár megdőlhet a valaha mért legmagasabb vízszint a folyón. A vízügyi szakemberek készenlétben állnak, hasonló ár várható a Dráván is, de emelkedik a Tarna, a Zagyva, a Duna és a Tisza vízszintje is. Szinte az összes ház körül homokzsákok sorakoznak Csákány-Doroszlón. Több mint 50 helyi dolgozott azon, hogy megmentse az ingatlanokat a kiöntött Rábától. Péntek óta 45 köbméter homokot zsákoltak be, ezt a mennyiséget azonban hamar felhasználták, így több utánpótlást kellett rendelniük. Volt azonban, ahol már ez sem segített, több háznál a lábazat magasságának feléig ér a víz. Hét helyen pedig akkora volt a kár, hogy az embereknek el kellett hagyniuk az otthonukat. A helyiek szerint eddig ez a legnagyobb árvíz a településen. Még emelkedni fog, már ahogy néztem, délelőtt 10-20 centi között emelkedett a Rába. Most már annyit nem emelkedik, de viszont mivel Csörötnek térségében még nem fejeződött be a tetőzés, ezért itt még várok vizet. Folyamatosan készülnek a homokzsákok Gasztonyban is. Itt nem csak a kertek, hanem az utak is víz alá kerültek. 350 házban pedig áram sincs. Az önkormányzat időben értesítette a lakosságot, tehát volt homokzsák, volt homok, tehát föl voltunk készülve. Ezen a településen is rendszeres az áradás, így az előző években több árvízvédelmi fejlesztésre is sor került. A töltés mögött megálló vizeket három helyen is át kell szivattyúznunk. Van egy kiépített szivattyú állásunk a Büdösároknál, ami folyamatosan üzemel, illetve még két zsilipnél, árvizvédelmi zsilipnél végzünk mobil szivattyúkkal vízátemelést. Magyar lakon közel 5000 homokzsákot helyeztek el a gáton, hogy megvédjék a falut. Ez jelenleg 4 méteres vizet tart meg. A helyiek azonban biztosak benne, hogy bővíteni kell majd az építményt. Olyan információkat kaptunk, hogy Ausztria, Szlovénia, Horvátország felől további csapadék várható az esti éjszakai órákban, ezért fel vagyunk készülve arra, hogy esetlegesen ezt a védművet, töltést, ezt magasítanunk kell. Az Országos Vízjelző Szolgálat számításai alapján a következő 6 napban a Duna és a Tisza vízrendszerén az első fokú, a legtöbb mellékfolyónál azonban már a harmadfokú készültségi szintet is meghaladja a vízállás. Közel 50 vízügyes kolléga az ország egészen más részéről már megérkezett segíteni az ottani kollégáknak, hiszen a Rábán ugye most honulra az árhullám, de a Murán, illetve a Dráván még csak emelkedik a vízállás, és ott is számítanunk kell arra, hogy harmadfokú készültséget kell majd elrendelnünk. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt is kiemelte, a vízügyes szakemberek országszerte rendelkezésre állnak, és műszaki segítséget is nyújtanak, ha szükség van rá.
És akkor jöjjenek a legfrissebbek. Csákány Doroszlóról Gyuk Alexandra figyeli folyamatosan a Rába vízállását. Szervusz Alexandra, mennyit emelkedett délután óta a vízszint, és mire számítanak a következő órákban, napokban? Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Délután 2 órakor jelentkeztünk innen a Vasvár megyei Csákány-Doroszlóról, akkor, ahol állok, itt idáig ért a víz, és most jól látszik egyébként, hogy most már másfél-két méterrel feljebb van, úgyhogy 5-10 centimétert biztosan emelkedett a vízszint azóta, amióta délután itt jártunk. A helyiek pedig hát megtettek mindentőlük telhetőt, ahogy látszik itt a lakóingatlanok körbe vannak homokzsákokkal kerítve, és hát abban bíznak, hogy ez elég lesz, de egyébként vannak még tartalékok. 45 köbméter homokot zsákoltak be, ezt a polgármester úr, erről a polgármester úr tájékoztatott bennünket, de természetesen vannak tartalékok, úgyhogy ha még több víz betörne ide a lakóingatlanokba, akkor természetesen még ezeket tudják növelni. Egyébként most nem tudnak mit tenni a helyiek, mint várnak arra, hogy ne jöjjön már annyi áradat, például ugye Ausztriából is. Mögöttem látható egyébként az itt található Vörös Patak és a Rába, amely jól látszik, hogy egybeolvadt, és egyébként a Rába innen több száz méterre van, és itt ezt a hátam mögött lévő területet végig elárasztotta. Csákány-Doroszlóról egyébként 7 lakóingatlanból kellett az itt lakókat telepíteni, őket elszállásolták máshol, ez 13 főt jelent, 13 főnek sikerült szállást biztosítani a környező falvakban, családnál, barátoknál, rokonoknál, úgyhogy természetesen azért ők folyamatosan jönnek ide, és ellenőrzik az ingatlanok állapotát, a víznek az állását, mert hát ahogy lehetett hallani, még Ausztriában nagy esőzések várhatók, ezért biztosan emelkedni fog még a vízszint, de reméljük, és a helyiek is ebben reménykednek, hogy már nem sokkal. Gyuk Alexandrának köszönjük szépen. És nincs még vége a megpróbáltatásoknak, valamint az ivataros időnek. Fejős Ádám meteorológussal folytatjuk már. Szervusz Ádám, merre járnak most éppen a viharok, és egyáltalán mire számítsunk a folytatásban? Szervusz, jó estét kívánok a kedves nézőknek. A nehezén azt hiszem, hogy az ország legnagyobb részén már túl vagyunk, de jelenleg is van még olyan régió, pontosabban járás, ahol a piros riasztás van kiadva. Az elmúlt 24 óra eseményeit mutatom most felhő és csapadék szempontból, ami itt a Kárpát-medencében történt. Hajnalban itt láthatják azt a szupercellás észak felé vonuló zivatart, ami itt a főváros térségében is ezeket a rekord döntögető szeleket, illetve a felhőszakadást okozta, ami a jelenlegi állapotot illeti, ezt érdemes figyelni, ezt a rendszert, ez egy újabb szupercellás zivatar, ami folytatja majd útját észak felé. Egy-két szót azért az elmúlt pár nap csapadék viszonyairól, augusztus hónapról azt kell tudni, hogy 60 mm a havi átlag. Na most az a helyzet állt elő, hogy még nem telt el egy hét, és már is több olyan hely van, például itt az észak-észak-keleti ország rész, a főváros térsége, Pest vármegyének nagyobb része, illetve a Nyugat-Dunántúli régió, ahol a két augusztusnyi mennyiség megérkezett ebben az öt napban, tehát messze még a vége, ami pedig a következő órákat illeti, ezek a szupercellás zivatarok elhagynak bennünket, hajnalban kicsit csendesedik a helyzet, de a délelőtti reggeli órákban ismét a keleti ország részben előfordulhat zivatar, hevesebb kísérő jelenségekkel, a Dunántúlon már inkább csak gyenge vagy csendes eső várható, és szépen lassan holnap délutántól kezdve nyugszik majd megfelettünk a légkör, ekkortól kezdve már akár a nap is előbukkanhat. Nagyon várjuk már Fejős Ádámnak, nagyon szépen köszönjük. És nem csak nálunk, de az egész térségben kiszámíthatatlan az idő, továbbra sem enyhül az árvízhelyzet Szlovéniában, ahol a heves esőzések miatt újra emelkedik a folyók vízszintje, egy száva menti kempingből csak nem 2000 turistát kellett evakuálni. Árvizek és földcsuszamlások pusztítanak Ausztria több tartományában is, Németország déli részére pedig jégeső zúdult. Hatalmas pusztítást végzett a pénteki vihar Szlovéniában. Közúti és vasúti hidakra dőlt fák, felborult autók, sárral borított utak maradtak az elmúlt 30 év egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája után. A vészhelyzetnek azonban még közel sincs vége. Éjszaka ugyanis már az ország keleti és déli részén is megemelkedett a folyók vízszintje. A legkritikusabb a helyzet a Száva alsó szakaszán, a horvát határ közelében.
Az árvízveszély miatt a mentőcsapatok késő este mintegy 2000 hazai és külföldi turistát evakuáltak a folyóhoz közeli kempingből. Egy áruház parkolóházában, illetve sportcsarnokban helyezték el őket. Szeretném megdicsérni a polgári védelmet és a tűzoltókat. Nagyon vigyáztak ránk, a gyerekek is mellettünk vannak. Nem lehetünk eléggé hálásak nekik, mondta egy szlovén turista. Mintegy 4000 embernek kellett elhagyni az otthonát Szlovéniában az árvizek miatt. Egyetlen nap alatt egy havi csapadék zúdult az ország északkeleti és középső részére. A hirtelen eső földcsuszamlásokat okozott, amelyek több települést vágtak el a külvilágtól. Sok helyen még most is a hegyekből lezúdult kőtörmelék zárja el az utakat. Emberilleteket is követelt az ítéletidő Szlovéniában. Két holland hegymászó a fővárostól 30 kilométerre északnyugatra fekvő Krány környéki hegyekben halt meg villámcsapás következtében. Kamnyik városában pedig egy nő vesztette életét az áradások miatt. Robert Golob miniszterelnök a katasztrófa miatt megszakította szabadságát. Szombat délelőtt összehívta a Nemzetbiztonsági Tanácsot, majd rendkívüli kormányülést tartott. A szomszédos Ausztriát sem kíméli a szélsőséges időjárás. Több Szlovéniával közös határátkelőt is lezártak. Karintia tartomány több településén árvízveszélyt hirdettek. Sok helyen a víz elmosta az utakat. A hatóságok felszólították a lakosságot, ha tehetik, ne üljenek autóba. Klagenfurtban még szombaton is folyóként hömpögött a víz az utcákon. A tűzoltók homokzsákokat helyeztek el a lakóépületek körül. Nehéz éjszakájuk volt a mentőcsapatoknak Steyrországban is. Reflektorokkal pásztázták az elárasztott utcákat, miközben csónakokkal evakuálták a bajba jutott lakosokat. Tudtam, hogy ki fognak menteni bennünket. Azt mondtam, maradj nyugodtan és először helyezd minden biztonságba, mondta egy fiatal férfi, aki a macskáját is magával vitte. Heves esőzések és földcsuszamlások okoznak gondot Burgenlandban is. A hatóságok több járásban riasztást rendeltek el. Eközben hatalmas mennyiségű jégeső csapott le Németországra. Percek alatt több centiméternyi vastag jég borította be Reutlingen város utcáit. Mintegy 250 tűzoltó próbálta eltakarítani a nyáron rendkívül szokatlan csapadékot, miközben egy férfi hógolyót gyújt a diónagyságú jégből. A jégeső az egyik parkolóházba is bezúdult. Több autó elakadt a bokáig érő jégfolyamban. Az Ökumenikus Segélyszervezet 5 millió forintos gyors segélyt utalált a szlovéniai ítéletidő által érintett közösségek támogatására. Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató az M1-en elmondta, történelmi árvíz zúdult Szlovéniára, súlyos károkat okozva, ezért indították el a szolidaritási akciójukat, amelyhez bárki csatlakozhat. 13.53-at, hogyha valaki tárcsázza, akkor 500 forinttal tudja támogatni a bajba jutottakat, illetve a károk későbbi enyhítését, illetve a segélyszervezet.hu oldalon is lehet adományozni bankkártyával, illetve ott megtalálható egy számlaszám. Én azt gondolom, hogy 500 forint az nem sok pénz, és talán ilyenkor kifejezni a szolidaritásunkat, az még magánál a pénznél is többet jelent. És nem csak Európa szenved a sok esőtől, Ázsiában és Amerikában is nagy a baj. Kínában több 10 millió embert érintenek a heves esőzések, Peking az évszázad áradásával küzd. Japánra újabb tájfun csaphat le, az Egyesült Államok keleti részén pedig villámárvizek pusztítottak. Hatalmas áradások és példátlan méretű esőzések sújtják Kína északi részét. Hubei tartományban több mint 1 millió embert evakuáltak otthonaikból a hatóságok. Az esőzés okozta veszély kissé enyhülni látszik, azonban a meteorológusok figyelmeztettek, hogy a viharok észak felé tartanak, olyan tartományok felé, amelyek kulcsfontosságú szénbányászati és mezőgazdasági központok. Az áradások idén eddig legalább 30 millió embert érintettek az ázsiai országban. A fővárosban és annak környékén csaknem másfél évszázada nem esett annyi csapadék, mint az elmúlt 5 napban. Az özönvízszerű esőzések és áradások 30 ember életét követelték, 45-en pedig eltűntek. A víz utcákat, városrészeket öntött el, autókat, házakat sodort el, fákat és villanyoszlopokat döntött ki. A legtöbb ház megrongálódott, az udvaron lévő összes autót elsodorta a víz. A kár nagyon nagy, mesélte egy pekingi lakos. A rekordmennyiségű csapadék mindössze 6 héttel azután hullott le, hogy a valaha mért legmagasabb hőmérsékletet, csaknem 42 fokot mértek a városban.
Eközben megérkezett Kelet-Ázsiába az újabb tájfun. A Kanun névre keresztelt vihar több mint 100 km/órás széllökésekkel csapott le a tajvani Nantu megyére. A nagy mennyiségű eső a sziget középső hegyvidéki területein földcsuszamlásokat és sárlavinákat okozott, amelyek több utat is járhatatlanná tettek. Több százan rekedtek otthonaikban, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Az előrejelzések szerint a heves esőzés a hétvégén is folytatódik, bár kisebb intenzitással, ugyanis a tájfun feltehetően ismét Japán felé veszi az irányt. A Kanun újbóli érkezésére készülnek Okinawa szigetén. Az elmúlt napokban a Japán régión áthaladó tájfun két halálos áldozatot követelt, több tucatnyian pedig megsérültek. A vihar miatt mintegy 50 ezer háztartásban továbbra sincs áramszolgáltatás. A Szigetország meteorológiai szolgálata további heves szélre és tengeri viharokra figyelmeztetett. Az ítéletidő várhatóan az Anami szigetek közelében halad majd tovább, Kyushu szigete felé. A heves esőzések az óceán túlpartját sem kímélik. Villámárvizeket okozott a nagy mennyiségű eső az Egyesült Államok keleti részén. Vermont államban csaknem egy havi csapadék zúdult le. A víz több főútvonalat alámosott, ami jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben. A vihar fákat döntött ki, és több ezer háztartás maradt áram nélkül Alabama államvárosaiban is. Az előrejelzések szerint a következő napokban is csapadékos időjárás lesz az Egyesült Államokban, így több államban is érvényben maradnak a figyelmeztetések. A nyugat-afrikai államok gazdasági közössége mozgósításra szólította fel a tagországok hadseregeit, miután elakadtak a tárgyalások a nigeri katonai huntával, vagyis a konfliktus békés megoldása egyre inkább távolodik, ugyanis a hunta közölte, hogy minden beavatkozásnak következményei lesznek. Elemzők szerint egy újabb háború soha nem látott méretű migrációs hullámot indíthat el Európa felé. A nyugat-afrikai államok gazdasági közössége vasárnapig adott határidőt a nigeri juntának, hogy állítsa vissza a demokratikusan megválasztott kormányt. Ellenkező esetben katonai beavatkozás következhet, közölte a szervezet biztonságért felelős biztosa. Abdel Fattah Moussa azt mondta, az ECOWAS államok minden részletet megtárgyaltak a lehetséges katonai beavatkozásról, tehát az időzítést és a szükséges erőforrásokat is. Állam és kormányfőink szilárd elhatározása, hogy véget vetnek ennek és példát statuálnak Nigerrel, hogy soha többé ne engedjük meg, hogy a régió demokratikus konszolidációja felé vezető út megszakadjon. Mindannyian eltökéltek vagyunk, mondta Abdel Fattah Moussa. A korábbi gyarmattartójával, Franciaországgal minden katonai együttműködést felmondó junta válasza sem maradt el. A szóvivőjük, Amadou Abdramane hangsúlyozta, egy katonai intervenciónak súlyos következményei lesznek. La CEDEAO étant impersonnel. Minden Niger elleni agresszióra vagy annak kísérletére a biztonsági és védelmi erőink azonnal és figyelmeztetés nélkül választ fognak adni az ECOWAS országokkal szemben, mondta a puccsisták vezető szóvivője. A száheli övezet utolsó stabil államát Nigert egy hete katonai junta vezeti. A demokratikusan megválasztott elnököt, Mohamed Bazoumot letartóztatták, és a kormányának több tagját is börtönbe zárták. Az államcsíny világszerte felháborodást keltett, azt több nemzetközi szervezet is elítélte. Úgy tűnik, a krízis békés megoldása egyre távolabb, a fegyveres katonai összecsapás lehetősége pedig egyre közelebb kerül. Pedig a Száhel övezet Afrika egyik leginkább túlnépesedett, illetve kifejezetten szegény régiója, és egy újabb háború humanitárius katasztrófához vezetne. Olyan hullám indulhat el ebből a térségbe Európa felé, amit még nem láttunk. A puccs vesztese Európa lehet, ugyanis Niger az afrikai migráció központja, és az instabil helyzet újabb migrációs hullámot indíthat el. Erről beszélt az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője az M1-en. Horváth József szerint ráadásul átrendeződés is látható, ugyanis a korábbi gyarmattartók gyengülnek, miközben például Kína vagy Oroszország befolyása erősödik a térségben. Az európai úgymond közep nagyhatalmak, Franciaország úgy tűnik, hogy most veszíti el azokat a volt gyarmatait, akik fölött még hosszú-hosszú évtizedekig képes volt befolyást gyakorolni. Elemzők szerint a katonai hatalom átvétel súlyosan sérti Franciaország érdekeit, ugyanis egykori gyarmattartóként most is nagy befolyása van Nigerben,
amit egyebek mellett arra használ, hogy az ország nyersanyagait, például az uránt áron alul szerezze meg. Franciaország arra törekszik, hogy a státusz quót visszaállítsa. Párizs mindent megtesz, hogy az érdekei ne sérüljenek, mondta Koskovics Zoltán. A geopolitikai elemző szerint a franciák eddigi tevékenysége a Száhel övezetben egy Európa ellenes hangulathoz vezetett, és fokozta a dzsihádisták jelenlétét is. Franciaország nem a legszebb arcát mutatja Afrika felé. Úgy gondolom, hogy most is ez nyilvánul meg, ugyanis a francia érdek egészen egyértelműen az, hogy visszaálljon a status quo, tehát továbbra is mondjuk ki tudják zsákmányolni Niger és egyébként a térség más országainak az erőforrásait. Koskovics Zoltán hangsúlyozta, egy nyugat-afrikai háborúnak katasztrofális következményei lennének Európában is az útrakelő milliók tömege miatt. Brüsszel nem tett le arról, hogy kötelező kvóták szerint ossza szét az illegális bevándorlókat és migráns gettókat hozzon létre, ráadásul ezt a tervet meglepő gyorsasággal akarják elfogadtatni a bürokraták, erről Rétvári Bence beszélt egy internetes videóban. Az államtitkár hangsúlyozta, a magyar kormány elutasítja a kötelező kvótákat, és nem engedi, hogy Magyarországot bevándorló országgá tegyék. Naponta mintegy 1000 migráns száll partra Lampedusán. Az afrikai illegális bevándorlókat idén már több mint 92 000-et a tengeren hánykolódó csónakokból mentik ki. A 6000-es lakosú sziget befogadó központjában most több mint 3000 migráns van, holott 1000 főre tervezték, mondta a közmédia tudósítója. Sárközi Júlia úgy fogalmazott, egyre nagyobb a feszültség, mert a helyiek hátrányba kerülnek a migránsok miatt. Elsőként a halászok tiltakoznak, arra hívták fel a figyelmet, hogy a komphajókkal a helyi lakosokat és a turistákat kellene szállítani, nem pedig a migránsokat, akik elveszik a többi ember elől a helyet, és ráadásul teljesen átalakították ezért a komphajók menetrendjét, tehát a friss halászáró elszállítása sem megoldott, ezért sztrájkot hirdettek. A Kanári-szigetektől nem messze pedig csak nem 90 migránst mentettek ki néhány napja az Atlanti-óceánból. A szubszaharai illegális bevándorlók közül többet kórházba kellett szállítani, mert megviselte őket a tengeri út. Évek óta özönlenek a könnyebb élet reményében az illegális bevándorlók Európába. Nagy részük nem tud és sokszor nem is akar beilleszkedni. Már a több nyugat-európai nagyvárosban no-go zónák, párhuzamos társadalmak és migráns gettók alakultak ki. Az illegális bevándorlók közül többen bűnözésből élnek, rendszeresek az összetűzések a hatóságokkal. Legutóbb Franciaországban volt migráns lázadás, amikor nagyvárosokat borítottak lángba, félelmet keltve a helyiekben és több 10 millió eurós kárt okozva. A migránsok integrációjának kudarca ellenére Brüsszel még több bevándorlót engedne be az EU-ba. Kötelező szétosztást és migráns gettókat akarnak a bürokraták, amiről már több tárgyalás is volt. Brüsszel nem tett le arról a tervéről, hogy kötelező kvóták szerint ossza el az illegális migránsokat. Az Európai Unióban még nyáron is egyeztetéseket tartanak egyre radikálisabb javaslatokkal azért, hogy a kötelező kvótákról minél hamarabb végső döntést hozzanak, mondta Rétvári Bence egy videóban. Az államtitkár kiemelte, Brüsszel még azt is megszüntetné, hogy a migránsok befogadása helyett a tagállamok pénzbüntetés vállalásával védhessék meg az országukat. A másik nagyon veszélyes javaslati rész az a migráns befogadó állomásoknak, táboroknak, migráns gettóknak a létrehozatala, ahol a magyar határnál is több 10 000 migránsnak a folyamatos jelenléte és folyamatos kibeutazása jelenteni az egyik legnagyobb veszély. Rétvári Bence ismét megerősítette, a kormány nem hagyja, hogy Magyarországot bevándorló országgá tegyék, és elutasítja a kötelező kvótákat. Folyamatosan csökkennek az élelmiszerárak a kötelező akciók és az online árfigyelő rendszer bevezetése óta. Júliusban már átlagosan 8%-kal kerültek kevesebbe az árfigyelőben szereplő termékek. Elemzők szerint ez a tendencia augusztustól még dinamikusabbá válhat. Indokolatlanul drágák voltak és háromszoros hasznot hoztak a kereskedőknek egyes Mirelit termékek, köztük a fagyasztott kukorica és a zöld borsó. Jelentősen is indokolatlanul emelkedett a tejtermék ára, köztük a trapista sajt és a tejfölé is. 2022-ben a kiskereskedőknek átlagosan 25-30%-os nyereségük volt, csak a tejtermékek és a tartós élelmiszerek forgalmazásából. Ez derült ki a Gazdasági Versenyhivatal legfrissebb elemzéséből. A GVH tavaly ősz óta kiemelt figyelmet fordít az élelmiszerpiacok vizsgálatára.
A tejtermékek és tartós élelmiszerek után most az importárukat veszik célkeresztbe. Panaszeljárás keretében vizsgálják kifejezetten a külföldön előállított élelmiszerek túlzó árazását, köztük tejtermékekét, növényi italokét és fogyasztott zöldségekét is. Több termék esetében is azt azonosították a versenyhivatal szakértői, hogy ezek a bruttó árések, ezek megnövekedtek ezekben az időszakban egyes termékek esetében, tehát látható olyan tendencia, hogy itt indokolatlanul magas áremelkedések történtek, áremelések történtek egyes konkrét termékek esetében. Egyre népszerűbb az 1200 üzlet árait monitorozó online árfigyelő rendszer. Bevezetésének első hónapjában csaknem 1 millió felhasználója volt. A GVH és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium azért hozta létre, hogy megvédje a vásárlókat az indokolatlanul elszabadult áraktól, és segítse az infláció letörését. Mivel az árak ma már néhány kattintással összehasonlíthatók, az árfigyelő kíméletlen árverseny diktál a piacon. Az üzletek egymást túllicitálva akciókkal próbálják megfogni a vásárlókat. Nagyon drágák voltak az élelmiszerek, leginkább zöldségek, tejtermékek, nagyon magas volt az áruk. Most csak pár dologért ugrottam be, de pont vettem tejterméket, és azt vettem észre, hogy valamelyest olcsóbb volt. A zöldségekre is ránéztem, és azért ment lejjebb az áruk. Az árverseny jelentős eredményeket hozott. Júliusban 8%-kal csökkent annak a 62 termékcsoportnak az ára, amit a multiknak naponta kell feltölteniük az árfigyelőbe. Az elmúlt hónapban legnagyobb mértékben a spagetti ára esett vissza, csaknem 15%-kal. A zöldségárak átlagosan több mint 14%-kal mérséklődtek, a gyümölcsök közül az alma és a narancs lett 20%-kal olcsóbb, a húsfélékből is kevesebb pénzért lehet válogatni. Jelentősen csökkent a pulykamell és a csirke szárnyára. Az árfigyelő sikerét mutatja az is, hogy már hamisítják. A csalók létrehoztak egy megjelenésében az árfigyelőre nagyon hasonlító mobil applikációt. Az eredeti hivatalos adatokat közlő rendszer azonban csak a böngészőben, az árfigyelő.gvh.hu internetes oldalon nyitható meg. Jól működik az a rendszer, amit a kormány kitalált és működtet. Az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője az M1-en azt mondta, komoly eredmény az élelmiszerárak csökkenése. Az online árfigyelő rendszernek és a kötelező akcióknak szerintem nagyjából egy 1% pontos hatása lesz, tehát az inflációs mutatónkat 1% ponttal viszi lejjebb, ami azt jelenti, hogy a havi infláció az szerintem nulla környékén lesz, sőt, én azt várom, hogy negatív legyen, tehát az átlagos szinten is csökkenő árakat fogunk látni majd, mikor a július adatokat nézzük, és ez mindenképpen kedvező, ez tovább segíti azt, hogy elérjük az év végére kitűzött célt. Elemzők szerint a kormányzati intézkedések hatására augusztusban 15%-ra mérséklődhet az infláció, októbertől pedig tartósan 10% alá csökkenhet. Egy uniós felmérés szerint Magyarországon az egyik legmagasabb a foglalkoztatottság az úgynevezett inaktívak, vagyis akik sem a munkaerőpiacon, sem az oktatásban nincsenek jelen, nálunk sokkal kevesebben vannak, mint az EU háromnegyedében. Talán még ennél is jobb hír, hogy a fiatalok közül is sokkal többen dolgoznak, mint az uniós tagállamok nagy részében. 10 éve indult, azóta töretlen a sikere a nyári diák munkaprogramnak. Ez idő alatt már több mint 267 ezer diák foglalkoztatását támogatta a kormány, mintegy 27 milliárd forinttal. Idén az állam 3,5 milliárd forint bértámogatást nyújt a cégeknek, hogy a fiatalok minél korábban munkatapasztalatot szerezhessenek. Ez nagy előnyt jelent a számukra, a diákmunkások ugyanis a tapasztalatok szerint a későbbiekben könnyebben jutnak jobb álláshoz, magasabb fizetéssel. A munka van, minden van. A kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatottság elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. Ennek köszönhető, hogy ma 1 millióval dolgoznak többen, mint 2010-ben. A foglalkoztatottak száma mostanra közelít az 5 millióhoz. A foglalkoztatottak száma soha nem volt még ilyen magas. A legfrissebb adatok alapján közel 4,8 millióan dolgoznak Magyarországon. A munkanélküliségi ráta jóval az uniós átlag alatt van, jelenleg 3,8%-on áll, és a regisztrált álláskeresők száma sem volt még az elmúlt 30 évben ilyen alacsony. A kedvező adatoknak is köszönhető, hogy Magyarország az első 4 ország között szerepel az Európai Unióban a foglalkoztatottak számát tekintve. Magyarország épp csak lecsúszik a dobogóról, fogalmazott az Index, az Európai Unió statisztikai hivatalának adatait elemezve.
Eszerint ugyanis Svédország, Észtország és Csehország után Magyarországon a legalacsonyabb a munkaerőpiacon kívül esők aránya, ami nálunk 13,65%, és mindössze 0,05%-kal marad el a cseh adattól. Szemben például a szomszédos Romániával, ahol a százalékos mérték ennek majdnem a duplája. Ráadásul a hazai adat jóval az uniós átlag alatt van. Az Eurostat 15 és 64 év közöttiek körében végzett felméréséből ugyanis az derül ki, hogy az unió lakosságának mintegy 18%-a inaktív, vagyis sem az oktatásban, sem a munkaerőpiacon nincs jelen. Nem tanulnak, nem dolgoznak, inaktív emberek árasztották el Európát, így összegezte az uniós helyzetet az Index. Azt írták, riasztó képet fest az európai munkaerőpiac helyzetéről az EU statisztikai hivatala. A portál kiemelte, az EU munkaerőpiaci felmérése alapján 44 millióan számítottak inaktívnak az idei első negyedévben, beleértve azokat is, akik például betegség vagy gyermeknevelés miatt nem dolgoznak. A munkaképesek csoportjában viszont a fiatalok körében a legmagasabb az inaktivitás, illetve az ebből kifolyó munkanélküliség, jegyezte meg a portál. A 15-24 éves korcsoportbeli fiatalok foglalkoztatási rátája 2010-hez képest 10%-kal növekedett Magyarországon. Az M1-nek nyilatkozó munkaerőpiaci szakértő szerint a hazai rendkívül kedvező foglalkoztatási adatokhoz nagyban hozzájárult az is, hogy jelenleg jóval több fiatal dolgozik, mint korábban. Szalai Piroska kiemelte, Magyarországon a 15-64 éves korcsoportban az inaktivitás második legnagyobb mértékben csökkent egész Európában. A fiatalok is, de a 24 év fölötti korcsoportok is jelentősen növekedtek a foglalkoztatás területén. Minden mutatójuk javult. A munkanélküliség 300 ezer fővel csökkent a 15-64 éves korcsoportban, de ez a 300 ezer fős csökkenés nem jelentett volna egy millió fős foglalkoztatás bővülést, hogyha az inaktívak száma nem csökkent volna jelentősen. 2010-ben a foglalkoztatás az 62%-os volt, ma 77%-os és 2030-ra 85%-ig szeretnénk emelni. A kormány továbbra is elkötelezett a teljes foglalkoztatás, a munkaalapú társadalom megvédése mellett. A cél, hogy még az évtized végére a foglalkoztatottság mértéke 85%-ra emelkedjen Magyarországon. Az MSZP kormányzati lépéseket sürget a gyermekvédelemben. A párt szerint felül kellene vizsgálni a nevelőszülőkre vonatkozó szabályokat, valamint fejleszteni kellene a gyermekvédelmi jelzőrendszert is. Konkrét intézkedésekre volna szükség a gyermekek láthatásával kapcsolatos ügyek tekintetében is, hogy a gyermekek ne kényszerüljenek a bántalmazó szülővel való találkozásra. A Párbeszéd Zöldek nemzeti zöld infrastruktúra kerettörvény megalkotását kezdeményezi. Azt szeretnék, hogy az önkormányzatoknak jogi eszközeik legyenek például a természetkárosítás szankcionálására. Hatékonyan tudnak fellépni egyrészt a zöld felület rongálások ellen, másrészt pedig a városfejlesztési terveknél, a beruházói elképzelések esetén is hatékonyan tudják érvényesíteni a zöld felületeknek az érdekeit. Az LMP megtiltaná a TikTok használatát a munkavégzés során használt hivatali eszközökön. A párt szerint az alkalmazás használata adatvédelmi és kiberbiztonsági kockázatot rejt. Azokon az eszközökön, amelyek az adott önkormányzat, kormányzati hivatal, szerv, bármilyen szervezet használatában, tulajdonában állnak, ne lehessen TikTokozni, mert még egyszer fennáll a veszélye, hogy érzékeny adatok, kormányzati adatok, vagy éppen személyes adatok kerülnek Kínába ezen alkalmazáson keresztül. Közös szemétszedéssel melegítettek önkéntesek az atlétikai világbajnokságra Budapesten. A cél, hogy megtisztítsák a Nemzeti Atlétikai Stadion környékét, már az első nap több száz kilónyi szemetet gyűjtöttek össze. Alig két hét maradt Magyarország történetének legnagyobb sporteseményéig, a szervezők pedig már az utolsó simításokon dolgoznak. Közben Juhu érkezik, a Racka Juh az atlétikai világbajnokság kabala figurája. Nem mindennapi jelenettel vette kezdetét a férfi labdarúgó NB1 második fordulója. A péntek este rendezett Puskás Akadémia Újpest mérkőzésen ugyanis a budapesti atlétikai világbajnokság kabala figurája Juhu végezte el a kezdőrúgást.
Pontosan két hét múlva veszi kezdetét Budapesten a világ harmadik legnagyobb sporteseménye. 14 nap múlva látogatók százezrei, valamint 200 ország, több mint 2000 sportolója érkezik a fővárosba. Még a Nemzeti Atlétikai Stadionban már szinte minden készen áll a sportolók és a szurkolók fogadására, addig a létesítmény környéke szemetes és elhanyagolt. A VB szervezőbizottsága levélben hívta fel az érintett területek fenntartóinak figyelmét a problémára, ezzel együtt pedig közös szemétszedési programot kezdeményezett. Hulladékgyűjtést csinálunk a területen, megtisztítjuk itt a környezetet, és utána a hasznos hulladékot ebből is ki fogjuk válogatni. A budapesti atlétikai világbajnokság szervezése és lebonyolítása során kiemelt figyelmet kapnak a fenntarthatósági szempontok. Ez lesz az első világbajnokság, amely szorosan követi a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 2020-ban elindított fenntarthatósági stratégiáját. A világbajnokság során keletkezett hulladékok például a lehető legnagyobb arányban újrahasznosításra kerülnek. A cél, hogy Magyarország fenntartható világbajnokságot rendezzen. Szerintem a manapság egy világbajnokságon ez egy kötelező dolog, hogy ezzel foglalkozzunk, és mi ezt nagy örömmel tesszük. Együttműködünk a Nemzetközi Szövetséggel, Atlétikai Szövetséggel, akiknek komoly elvárásaik vannak ezen a területen, úgyhogy itt több szempontot kell figyelembe venni egy ilyen fenntartható sporteseménynél. Két hét múlva, amikor több százezer látogató érkezik a világbajnokságra, Budapestnek a legszebb arcát kell megmutatnia. Erről már az esemény szervezéséért felelős Budapest 2023 ZRT vezérigazgatója beszélt a híradónak. Pontosan kettő hét múlva kezdődik Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, úgyhogy most tényleg kora reggeltől késő estig most már munka van, hétvégén is. A legszebb arcát kell mutatni a Magyarországnak és ezen belül Budapestnek, úgyhogy most itt az a feladatunk, hogy rendet tegyünk. Itt nem lehet politika, nem számíthat, hogy ki az, aki régebben támogatta a VB-t, vagy nem támogatta. Itt most egy közös cél van, és az nemzeti ügy, hogy ha 1 milliárd ember figyel majd Budapestre és Magyarországra, akkor azt lássa, hogy ez egy jó hely. A budapesti atlétikai világbajnokság augusztus 19-én kezdődik. Az eseményre hatalmas az érdeklődés. Az eladott belépőjegyek száma már megközelíti a 300 ezret. Újabb továbbjutókkal bővült a nemzeti vágta mezőnye. A korábbi győztes Tóth Tamara és Lova Galaxi nyerte idén az Abonyi vágta felnőtt versenyét, a kis huszároknál pedig Stekovics Annabel és Baba nevű lova bizonyult a legjobbnak. A döntő idén Szilvánváradon lesz ősszel. Elstartult a második Abonyi vágta első kishuszár előfutama. 10 kishuszár 3 előfutamban ült nyerekbe az Abonyi elővágtán. Izgalmakat ígért már a nevezés is, hiszen 3 korábban már nemzeti vágtát nyert bajnokló is rajthoz állt a Pestvár megyei településen. A legtöbben a 13 éves Tóth Zéténynek drukkoltak, aki Jelly hátán meg is nyerte az előfutamát. Nagyon izgalmas futam volt szerintem, startot sikerült jól elkapnom, és el tudtam menni vezetni, de nagyon jött utánam a második hely, és szerencsére volt, hogy el tudtam menni egy kicsit vezetni is. A felnőtteknél is 10 vágtak neki a távnak, a döntőben 4 jutottak. Egyre népszerűbb a nemzeti vágta, egyre többen jelentkeznek. Látják az értelmét ennek, hogy ez azért a lovas nemzet, összetartó nemzet, barátságok születnek. Vigyázz! Kész! Start! A délutáni döntőket a kocsitolók kezdték, a versenyt az Abonyi kocsitolók nyerték. Sokat készültünk erre a versenyre, mindenki dolgozik, azért így munka mellett nehéz összehozni az edzéseket, de a legjobbat próbáltuk mindig kihozni, és most készülünk a Szilvásváradi vágtára. Izgalmakból nem volt hiány a kishuszárok döntőjénél sem. Stekovics Annabel és Tóth Zétény között a célfotó döntötte el az első helyet. Nem számítottam rá, hogy első leszek, de jól sikerült a start, és nagyon büszke vagyok rá, mert sokat tudtunk készülni, és apukámnak köszönhetem. Hatalmas irammal rajtoltak el a felnőtt huszárok is. Itt Tóth Tamara győzött. Voltak benne rutinos lovasok, akik már többször indultak, jó lovak voltak, mind a 3 ló nagyon jó volt. A kocsitolók győztese mellett a kis huszároknál és a felnőtteknél is az első 3 helyezett jutott tovább a szilvásváradi döntőbe. Eddig tartott most a híradó, friss híreinket megtalálják weboldalunkon, és azonnal jönnek a sporthírek, de Decsik Ferenc várja önöket a Nemzeti Sporthíradóval.